A kistáltos óvoda Maci csoportja érezhette leginkább otthon magát abban a tárlatban, mely a tornatermükben nyílt meg a hét során. Több száz plüssmackó várta a gyermeklátogatókat az óvodai környezetben. Van egy kedves nagymamánk, Németh Sándorné Erzsike, ő tavaly a fesztiben is rendezett már maci kiállítást, és én azért gondoltam, hogy nekem is van olyan 150 darab körül, hogy akkor hozzuk ezt a kettőt össze, és akkor meghívjuk a városi óvodákat is. Az óvónők saját maciaival is gazdagított magángyűjtemények kisebb-nagyobb darabjait tematikusan állították össze. Amint a nézők is látják, van játszótér, ugye ezt kitalálta az Erzsike, hogy hogyan lehet ezt a kiállítást így rendesen megrendezni, hogy legyen még egy kicsit érdekesebb is. Van itt ez egy óvoda, itt a hátunk mögött, ahol ülnek a macik az asztal körül, és éppen könyvet olvasnak, és akkor ott van egy maci teázó. És ami érdekessége meg a kiállításnak, hogy elhoztuk a legöregebb mackókat is ott a sarokba, úgyhogy hát azok sem most kezdték az életüket. Kiállításban mindenféle maci látható, kicsi, nagy, egyszínű és tarka, barna, fehér, fekete, ruhás és ruha nélküli, puha és tömör. Mindegyikre jellemző azonban, hogy szívet melengető. Az egész Teddy Mackó történet az Theodore Rooseveltről indult, hogy ő volt az, aki egy ilyen vadászat alkalmával nem volt hajlandó leölni az ő számára befogott medvét. És onnantól kezdve indult el a macik gyártása. Volt egy amerikai cukorkagyáros, aki erre specializálta magát, és akkor utána már az hozta neki a profitot, a maci gyártás, és onnan van a Teddy Mackó elnevezés is az amerikai elnöktől. Hát egyrészt a mesefigurákról, ugye nekünk is a magyar mesefigurák közül sajnos már a Dr. Bubó most a Totóba szerepelt is, a Dr. Bubó, de a mai gyerekek azért ezeket a mesefigurákat nem ismerik már, de ugye a Dörmögő családból is ismerhetik, vagy éppen a minden este látott esti mesébe a TV Maciból. És hát Kormos Istvánnak is vannak a Vackor meséi, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha a gyerekek a mackós mesékkel jobban megismerkednének. A kiállítást látogatók számára egy totót állítottak össze, a megoldásokat gumimacival jutalmazták. Volt még nekik egy külön feladat, azon kívül, hogy a totót ki kellett tölteni, hogy voltak kakuktojások, amik úgy néznek ki, mint a macik, vagy éppen egy maci sapka volt rajta, és meg kellett keresni. Itt például mellettem egy kis leopárdot a sarokba a gyűrűs farkú maki. Tehát volt itt feladat, amit még meg kellett nekik a toton kívül oldani, de nagyon tetszett minden gyereknek. A kiállítás február 8-áig látogatható előzetes bejelentkezéssel.